Jó reggelt kívánok 2023. január 26-án, csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, hogy már egyre inkább érezhetjük, hogy világosodnak a nappalok, hogy a sötétség szűnni kezd már, és napról napra érezhetjük azt is, hogy a napsugarak egy kicsit melegebbek. Köszönjük, hogy a te igéd az igazi világosság, és ez átjárhatja szívünket, lelkünket. Te bevilágítasz az életünkbe, hogy meglássuk, hogy hol kell még takarítani, változtatni. És te képes vagy meggyógyítani bennünket testileg és lelkileg egyaránt. Kérünk, így légy most is közöttünk, igéd által. Szólíts meg bennünket, beszélj a szívünkkel, a lelkünkkel, ajándékozz meg, kérünk, a te szavaddal, hadd hordozhassuk azt egész nap szívünkben, és tudjunk a te igéd szerint élni. Kérünk, bocsáss meg minden bűnünket, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. A Lukács írása szerint való evangélium 13. részéből, a 10. verstől a 17. verssel bezárulok a következőképpen. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton, íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségedből, és rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki: képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyik őtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, a tegnapi terméketlen fügefa példázata után ma egy gyógyítási történetről olvasunk. Ez azonban úgy kezdődik, hogy Jézus tanít a zsinagógában. Hadd legyen most először ez kiemelve, hogy Jézus tanít. Ne becsüld alá a tanítókat, a tanárokat, különösen is azokat, akik Isten dolgairól szólnak, mert valószínűleg elhívással és felhatalmazással teszik ezt. Jézus tanít, méghozzá a zsinagógában tanít, tehát jár templomba. Itt olvasunk egy olyan asszonyról, akiről így fogalmaz, mondhatni dr. Lukács, hogy betegség lelke lakott benne 18 éve. Azért mondtam, hogy dr. Lukács, hiszen tudjuk, hogy Lukács evangélista, orvos volt, és ő is így fogalmaz. Amikor Németországban voltunk teológiai ösztöndíjon, ott megkérdeztem egy professzort, aki egyszerre volt házi orvos és teológiai professzor is, hogy mi a véleménye a Szentírásban leírt gyógyulásokról, mint orvos. És ő azt válaszolta, hogy ne haragudjon, Benke úr, de én ezzel, mint orvos, nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom, hogy pedig lehet mit kezdeni vele. Az egy dolog, hogy a kora nyelvén írja le Lukács, ugyanakkor meg vagyok győződve róla, hogy vannak betegségek, amelyeket gonosz, démoni megszállottság okoz. És arról is meg vagyok győződve, hogy az Úr Jézus Krisztus az, aki fel tudja oldani az embert. Hogy éppen mikor mivel állunk szembe, azt nem tudjuk, és meg kell tennünk azt, ami tőlünk telik, igénybe venni orvosi segítséget, mert nem véletlenül adta az Úr az orvostudományt is. De mit ér akkor a gyógyulás, ha a test meggyógyul, de a lélek nem?
Azt gondolom, talán ez a kulcsa az igazi gyógyulásoknak. Hogy elsőrenden nem is a testnek kell meggyógyulnia, hanem a léleknek. Ennek pedig az áldott orvos, a gyógyítója, Jézus Krisztus. Itt van hát előttünk egy asszony, aki már 18 éve beteg. 18 fájdalmas év. Nem tudjuk, hogy miért görnyed meg, miért nem tud felegyenesedni. De tudjuk, hogy mit és kiket jelképez. Tegnap megpróbáltam meggörnyedbe felnézni az égre. Egy nagyon kedves idősebb asszony testvérnek mutattam ezt, és azt mondta, hogy hát mert rosszul csinálod, fordítsd el a fejedet oldalra, úgy fel tudsz nézni az égre. Pedig azt gondolom, hogy valóban a kulcs ebben van. Hogy amikor valaki már annyira meggörnyedt az élet terhei, csalódások, próbáltatások alatt, hogy nem tud felnézni Istenre. Mit lehet olyankor tenni? Akinek olyan sok fájdalma van már, de ugyanúgy jelképezi ez az asszony azokat, akiket csúfolnak, akiket bántanak, és azt gondolom, hogy őnekik különösképpen is szól ez a mai ige szakasz, hogy Jézusnál van a gyógyulás. Ehhez azonban van egy olyan jellemzője ennek az asszonynak, ami mellett nem szabad csak úgy elmennünk. Azt olvassuk, hogy 18 éve meggörnyedt, de mégis jár a templomba. Nem adja fel. Te milyen gyakran jársz templomba? Valóban keresed az Istent? Valóban keresed a gyógyulást? Amikor ezt látjuk, akkor azt is meg kell lássuk, hogy sokan azért nem járnak bizonyos közösségbe, mert bántják, csípik őket. Mint a csirkék, amelyek először a beteget, a gyengét kezdik ki, és addig bántják, amíg el nem pusztítják, vagy el nem űzik. De mi emberek vagyunk, nem állatok. Ugye te nem bántasz senkit, nem csúfolsz senkit, nem kezdesz ki senkit. És ha te vagy, akit csúfolnak, akkor te pedig menj Jézushoz, mert ő nem csúfol, ő olyannak fogad el, amilyen vagy, mikor nem is akarja azt, hogy olyan maradj, mint amilyen vagy. Ez az asszony, aki ott van betegen is a templomba, nem kér semmit Jézustól, és Jézus nem is kérdez tőle semmit. Egyszerűen csak azt mondja, asszony, megszabadultál betegségedből. A gyógyító ige megszólal, és Jézus érintése csodát tesz, amikor ráteszi a kezét. Ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Az az igazság, Jézus azt adja, amire szüksége van mindig, neked is. Azt adja, amire szükséged van, és akkor adja, amikor ő jónak látja, és ő szükségesnek érzi. 18 évet kivárni nem lehetett könnyű ennek az asszonynak. Eddig még senkinek sem sikerült meggyógyítania. És erre ott egy zsinagógai elöljáró, aki nem tud együtt örülni. Se a gyógyulásnak, se a gyógyításnak. Se az asszony örömének, se Jézus sikerének. Vajon te tudsz-e együtt örülni a másikkal, még akkor is, hogyha neked korábban nem sikerült? Vagy csak féltékenykedsz rá, és hibákat keresel? Addig, míg az asszonyba az örvendezés költözik, és dicsőíti az Istent, addig a zsinagógai elöljáró keresi a hibát, a kákán és a csomót. Pedig mi történik? Jézus megmutatja. Eloldotta, feloldotta, megszabadította Istennek az egyik gyermekét. Szépen fogalmaz Vladár Gábor, aki azt mondja, hogy a meggörnyedt asszonyból Ábrahám leánya lesz. Így lehet asszonyból leánnyá lenni. Igen, Jézus ma is képes meggyógyítani. Ma is képes Isten arra, hogy elfogadjon, befogadjon, mint gyermekét, mint fiát vagy leányát, de ehhez neked is keresned kell őt. És akkor lesz hála, és lesz dicsőítés, és akkor neked is szól, amit Ézsaiás még annak idején így fogalmazott meg. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. Rád ragyogott az Úr dicsősége, bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Mint fogadott gyermekeid, jövünk hozzád, megszólítunk téged, és megköszönjük azt, hogy nálad van gyógyulás újra meg újra, testileg és lelkileg egyaránt. Megköszönjük azt, hogy nem kell csúfolódnunk, bántanunk másokat. Kérünk, hogy ettől a bűntől óvj meg minket, különösen is pedig a gyermekeket, hogy ne bántsák egymást, ne csúfolódjanak, hanem felismerjék a másikban a te gyermekedet, aki a testvérük az Úr Jézus Krisztusban. Urunk, ha minket bántanak, add, hogy azt tudjuk úgy hordozni, hogy nem vesszük komolyan, mert nem az emberek véleménye a fontos, hanem egyedül a tiéd, neked akarunk tetszeni, és köszönjük, hogy te azt mondod, tetszünk neked, kedvesek vagyunk a te számodra. Kérünk, mennyei édesatyánk, a mai napon is hadd tudjunk a te utadon járni, a te ígédet megélni. Kérünk, te légy az útra kerülkel, te hozd őket vissza épségben, egészségben. Imádkozunk, Urunk, az itthon maradókért, te áld meg őket, hogy tudják azt a munkát, azt a feladatot végezni, amiben te állítottad őket. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te gyógyítsd a betegeket. Akár mert meggörnyedtek testileg, lelkileg, akár mert valamilyen más betegségük van. Urunk, mutasd meg a te hatalmadat, hogy minél többen megláthassák, hogy te ma is Isten vagy. Áld meg, kérünk, a gyászolókat, a szomorkodókat. Ha jónak látod, szüntesd meg ezt a háborút. És add, hogy terjedjen a te igéd, a te országod. Minél többen megtérjenek, újjászülessenek és megszentelődjenek. Így kérünk, szenteld meg a mi életünket is. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Áldott napot mindenkinek!